Sziasztok, üdvözlök mindenki Dórét a csatornámban, én Petra vagyok, ez pedig a The Friends TV Show Challenge következő része. Az előző részben Monica és Chandler összeházasodott, illetve Ross és Rachel között is történtek dolgok, aminek majd következménye lesz. És arra gondoltam, hogy a mai részben foglalkozunk a Rachel életcéljával, főleg, és Monikáival, illetve Monikának a munkájával, mert csak ők ketten vannak vissza. Tehát most újra elmondom nektek a szabályokat, illetve a kikötéseket, hogy miket kell teljesíteni, és meglátjátok, hogy tényleg csak ők vannak vissza. Szóval akkor csak, hogy ne felejtsük el, és közben menjen az idő, mert Rachel éppen tanulja a beszédet, és egyébként már meg is látszik rajta némi változás. Na de ezt majd egy kicsit később. Szóval az a lényeg, hogy... Igen, most. Most történt az a bizonyos dolog. Jó, akkor egy kicsit későbbre hagyjuk ezt az egész dolgot. Most elmondjuk... Elmondjuk... Ó, és a fürdőben. Milyen érdekes, hogy pont a fürdőben. Na, nézzétek, milyen kis izgatottan meséli Mónikának és Rossznak is. És mennyire örül neki Ross? Na, azt figyeljétek. Oké. Szóval, menjünk vissza gyakorolni a beszédet. És akkor nyilvánvalóan ebből már tudhatjátok, illetve hogyha néztétek az előző részt, akkor is tudhatjátok, hogy Rachel terhes. Monika pedig 7 óra múlva megy dolgozni, és hát azért el kéne érni az 5-ös szintet. Szóval akkor mondjuk, el is mondom nektek akkor a szabályokat újra, hogy ne felejtsük el. Tehát Chandlernek az volt a célja, hogy randizom valakivel a csapaton kívül, ez lett a mi Janice-ünk. Szakítsanak, amikor a szerelem és a barátság csík is fullon van, utána jöjjenek össze újra, együtt maradhatnak, de tőled függ. Ugye nálam nem maradtak együtt, hanem Janice előtt elkezdtünk, konkrétan a szeme láttára elkezdtünk flörtölgetni Monikával. És a második kikötés Chandlernél az, hogy a bizniszben kell, hogy dolgozzon, ugye ez is megvan. Meg is nézem, hogy tényleg megvan-e. Igen, ez itt a biznisz. Akkor Rachelnek a kikötései azok, hogy... neki csak egy van, az, hogy teljesítse az életcélját. Ez ugye hamarosan be is következik, ugyanis, mint ahogy láthatjátok, 9-es szinten van a karizmája, és hamarosan eléri a 10-es szintet. Akkor Rossra vonatkozó kikötések azok, illetve csak egy van nála is, hogy legalább egyszer el kell válnia, és mielőtt elválnak, terhesség kell csinálnia, hát ez nem nincsen túl szépen megfogalmazva, de értitek, a nőt, a kis Carolunkat, ez is megtörtént, Ross szülő, itt van a kisfia Ben, és Carollal pedig elváltak, ott van divorced. Oké, Monikára vonatkozó kikötések azok, hogy fiatal felnőttként egy felnőttel kell randiznia, ez ugye megvolt, ő volt a mi Richardunk, itt látható is, hogy broken up, tehát szakítottak, tehát értitek? És az a következő kikötés, hogy séfként kell dolgoznia, minimum az 5. szintig el kell érnie. Na most ezen dolgozunk mi, ugyanis a Monika 4. szinten van, és tök jó lenne, hogyha végre az 5. szinten lenne. Ugye Joey-nak az volt a feladata, hogy teljesítse az életcélját, ez ugye meg is történt, és Phoebe-nek pedig csak annyi volt a feladata, hogy elérje az 5. szintet a gitár jártasságban. Ez is készen van, hol van a gitár, sőt már a 7. szinten van. Úgyhogy körülbelül most Rachel és Monika teljesíteni fogja a rá vonatkozó szabályokat, és utána teljesen szabadon én fogok velük játszani, ahogy én gondolom, és már nincs is olyan sok rész vissza egyébként. Nem szeretném túlságosan elhúzni a dolgokat, úgyhogy ma akkor Rachel és Monika, és esetleg Phoebe-vel fogunk foglalkozni még, ugyanis Phoebe-nek is van egy Mike-ja, ugye? Teljesítette az életcélját. Oké, akkor kipipálhatjuk Rachel-t is. Nem kell tovább gyakorolnod a beszédet. Kipipálhatjuk. Nem kell már Rachel-el sem nagyon foglalkoznunk, hogy így csúnyán mondjam a dolgokat. Így né. Monikára kell most akkor figyelnünk elsősorban, hogy ő mindenképpen elmenjen dolgozni, és hogy keményen dolgozzon a munkahelyén. Gyorsan Rachel-t kipipálom. Egy,
Készen is van, és akkor már csak Mónika maradt hátra. Nagyon remélem, hogy még a mai részben be fog teljesülni az, amit ugye kell csinálnia. Egész jó hangulatban van. Sit-ups, úristen, nem push-up. Oké, egy kicsit feküdjön le, de csak egy picit így alukálni, mielőtt még elmegy dolgozni. Hol van? Itt van. Tehát milyen 24 óra múlva dolgozik? Milyen 24 óra? Micsoda? Ne csináljuk a gyerekek! Na, köszönöm szépen. Na, most menjen dolgozni. Hát én ezt... Ez elég érdekes volt. Na mindegy. Dolgozzon akkor keményen. Ó, igen! Ó, igen! Ó! Előléptették Mónikát. Szuper! Szuper! Úristen! 5. szinten van. Úristen! Jó, akkor most foglalkozhatunk Phoebe-vel. Egyébként eljött a tél, és ez nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent. Phoebe-hez van köze, meg Mike-hoz. Úgyhogy bele kell húznunk. Mondjuk éjjel van, úgyhogy valószínűleg Mike nem fogja fogadni a hívásunkat, viszont lehetséges, hogy majd később. Mert hogyha reggel lesz, akkor inkább megpróbálkozok vele, de teljesen szuper, és örülök, hogy végül is ezt a kihívást, mini kihívást végül is teljesítettem. Remélem, ti is örültök neki, és remélem, nektek is tetszett ez a kihívás, és ti is megcsináljátok. Hogyha jól számolok, és hogyha egyáltalán akarok tippelni, akkor még körülbelül olyan... Hát olyan... 2 rész... Lehet, ezen kívül 2 rész lesz még ebből a sorozatomból, talán, nem biztos, de én olyan 2-3, talán 3, bár nem, inkább 2-re tippelek. Ugyanis akkor ebben a részben Phoebe összejön Michael, ami tök izgalmas, mert imádom őket, aztán a kövi részben talán Rachel megszüli a babáját, és felköltözik Rosshoz. És az utolsó részben lesz a nagy finálé, ahol minden. Akkor 3, nem? Nem, akkor 2. Na jó, ezt majd még meglátjuk. De nézzétek, milyen cukinál Rachelnek a terhesség. Eszméletlen édesen. Mondjuk a sorozatban is tiszta édes... Kivel csinálsz? Ja? Úristen, hát ez most hogy? Jézusom, oké. Hát jó, legyen jó. És kinek mutogatod? Igen, valószínűleg. Mi van itt, gyerekek? De miért nem mész oda? Úristen! Úristen, hát jó. Hát jó. Na, akkor megint csak Phoebe. Phoebe-t szeretném. És itt van Mike nekünk. Mint mondtam, tél lett, igen. És várunk még egy fél órát körülbelül, és aztán elhívjuk Mike-ot, ha egyáltalán el tudjuk. Mondjuk küldhetünk neki egy boldog SMS-t, hát ha elhív minket valahova. De nem hív el minket sehova. Áthív... Na! Végre! I agree, egyetértek Phoebe, ez egy nagyszerű nap, menjünk és élvezzük a napot. Szuper! Menjünk a parkba. Na, csak elhívott valahova? Na, itt is van nekünk Phoebe és Mike. Ó, hát ez nagyon, Igen, Mark. Vagy Mark? Mike. Bocsánat, néha a Bridget Jones naplója van a fejemben, és imádom Markot, úgyhogy... Ó, ne, még ne csókolozunk. Hogy csókolozunk? First, kis csókolozunk akkor. Milyen gyönyörű ez a havas táj egyébként. Jaj, de szépek. Oké, akkor Confess Attraction, keresztség. Hova mész? Mike, hova mész? Blow a kiss. Akár leülhetünk ide is. Sit and chat here. Leülhetnek? Miért ne? Mi legyen? Deep conversation, akkor... Look deeply into eyes. Ez tök édes. Ja.
Látni akarom. Azt a look in, deeply into eyes, azt látni akarom. Jaj, de so cuki, majd nem ezt akartam látni. De ez is cuki. Jó. Na, mi legyen itt, kész. Nem tudom, hogy mi ez a zene. Embrace. Tetszik neki. És ez olyan jó. Oké, sexy pose, akkor offer rose, passionate kiss. Tök jó lenne, ha már megkérhetnénk, hogy legyen már a... itt van, megkérjük, hogy legyen a barátunk. Yeah! Yay, yay, yay! Kiss neck! Oh! Kiss hands! Yee! Jaj. Oké, nem tudok sajnos semmit mondani az a helyzet, úgyhogy igazából nem tudom, hogy miért adom ki ezeket a furi hangokat. De mindegy. Embrace. Mindent csináljunk. Mindent, amit csak lehet. Propózna, azt még nem. Azt még nem, és nem is Phoebe fogja csinálni. Hanem Mike. Mert ez a férfi dolga. Oké, igazából ennyi. Te ki vagy? Paparazzi. Oké, nem vagyunk túl híresek, úgyhogy nem baj. Hogyha nincsenek... Oké, úristen. Alszol? Janice! Hát te... Janice ott alszik. Hát jó, oké. Jó. Az a helyzet, hogy nagyon rövid lenne ez a rész most így, hogyha itt befejezném. De sajnos nem tudok mit csinálni. Úgyhogy, hát igen. A következő részben mi is lesz a következő részben? Igen, Mike-ot és Phoebe-t egy kicsit közelebb hozzuk egymáshoz. Úgy döntöttem. Még közelebb, ennél is közelebb. És talán a következő részben megszületik Rachel-nek a babája is. Miért gondolt mindenki Rachel-re? Mi bejött? Ja, mert nagyon kell pisilnie. Még csak a második trimeszterben van egyébként. Úgyhogy nem igazán siet, de nem baj, mert nem is kell sietnie. Hogy csináljuk ebben a részben? Nem is tudom, mit csináljunk. Oké, gyorsítsuk fel a dolgokat. Mármint, hogy akkor Rachelnek is lenne ideje a terhességére, vagy hogy is mondjam. És egy kicsit hosszabb is lenne ez a rész, úgyhogy tegyünk úgy, mintha Phoebe és Mike már egy ideje együtt járna, oké? Végül is a terhesség sem csak 3 nap, hanem 9 hónap. Normál esetben 9 hónap. Úgyhogy, illetve körülbelül 9 hónap. Szóval nehogy azt higgyétek, hogy azt gondolom, hogy mi a terhesség mindenféleképpen 9 hónap, nem. Na mindegy, hagyjuk. Szóval itt lakik Mike, úgyhogy szeretném most őt kontrollálni egy kicsit. És szeretném Phoebe-t elhívni valahova randizni. Esetleg. Nem tudom még, hogy hova. Jobb lett volna, ha felkészülök erre, és lerakok valamilyen cuki kis randi helyet, de nem tudom. Az a helyzet, hogy nekem ez a múzeum tök szimpi, hogy egy kis szigetre menjünk, és ott jegyezzük el. Nyilvánvalóan nem így történt alapból, de nem kell mindennek feltétlenül úgy történnie, ahogy a sorozatban is történik, szóval ezzel nekem nincsen problémám. Úgyhogy meg is érkeztünk ebbe a múzeumba. Csodaszép képek vannak itt kiállítva. És sit and talk to your date. Úgy gondoltam, hogy egy csodálatos randit fogok összehozni Phoebe-nek, illetve Phoebe-vel. Úgyhogy flirt. Kiss. Blow a kiss. Valahol megy a zene, ami nem feltétlenül hiányzott az életemből, de mindegy. Szóval, passionate kiss. Azt mondom, passionate kiss, gyerekek, úgy. Francba már. Ajaj, de édes. De cuki, gyorsan csinálok így róluk egy képet. A kibontott hajús ruciát vegye föl. Jaj, Istenem, de szépek. Úristen, hát most ilyet. Istenem, de szépek.
Egymást elengedni se bírják, hát a Istenem, de cukik. Na, szóval, akkor joke with your date, tell dirty joke, kell adni neki egy masszást, úgyhogy ne menjetek sehova. Offer massage, mondom, Istenem, miért? Én ezt annyira nem értem, hogy néha így miért? Miért törlik ki meg ilyesmi? Oké, és még kétszer kell viccelődni. Telefoni sztori, oké. Még kétszer. Még egyszer. Gyerünk. Te ki vagy? Max, oké. Have a deep conversation. Hova mész, Phoebe? Ja, hát persze gépezni, úristen, hát persze. Na. Have a deep conversation. Hol vagyunk? Deep conversation, és az kétszer kell nekünk. Úgyhogy kell még egyszer írni. És kész, aranyfokozatos lett, úgyhogy... hát hol? Hát... mondjuk így jöjjünk ide. Wow! Valaki itt nagyon terhes, és elég régies ruhába van itt. Miért akadozunk? Ki vagy te? Michela? Anaya, Michela? Hány babával vagy terhes, és kitől? Sam Anaya? Egy fiúval. Ez első trimesterben van, és ekkora a hasa? Na hát azt nehezen hiszem el. Oké. Na akkor most... most... Hol van? Uhuy, lighthouse, oké. Propose először. Ne! Elutasított minket! Miért? Ez így nem jó. Akkor wuhu in lighthouse. Akkor ez így most nem jött össze, azt hiszem. In bed? Milyen bed? Milyen bed? Hát a lighthouse-ban van bed, mert hogy... Oh, ez így megy. De gyönyörű. Még szívecske is van rajta, nézzétek. Oké. Hát ez csodaszép amúgy. De gyönyörűen néz ki. Na jó. Jól érzitek magatokat? Jó volt? De szép. De gyönyörű azt a... azt nézzétek. Na. Hát ebben a részben volt jó dolog is, meg rossz is. Hát igen, kicsikét már szomorú, de higgyétek el, jó lesz ez, csak egy kis idő kell Phoebe-nek. Úgyhogy higgyétek el, hogy ez még jó lesz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai részben, remélem tetszett nektek, és velem tartotok a következőben is. Legyen nagyon szép napotok, sziasztok!